A hagyományokhoz híven ismét városunk könyvtára adott otthont a Szép Magyar Beszéd elnevezésű verseny városi, városkörnyéki területi fordulójának február 8-án. A Kazinciról elnevezett Szép Magyar Beszéd versenyt az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Kazinci Díj Alapítvány hirdeti meg minden évben Pécsi Blanka érdemes művész emlékére. Idén 24 tanuló regisztrálta megmérettetésre városunk általános iskoláiból, valamint Sárit udvariból, Kabáról és Földesről. A részletekről Tányér József, a Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ Könyvtár Múzeum intézmény vezetője nyilatkozott televíziónknak. A könyvtárunkban már évek, vagy mondom már évtizedek óta hagyomány a Kazinciról elnevezett Szép Magyar Beszéd versenynek a megrendezése. Ez a városi-város környéki döntő, amit mai napon a február 8-án a gyermekkönyvtárunkban tartjuk meg. Ez mivel városi-város környéki döntő, tehát nem csak a helyi, ugye a Ladány iskolából várunk gyerekeket, hanem Sárétudvari, Kabaföldesről is érkeztek ezúttal nevezők, illetve a Püspökladányi Általános Iskoláiból az 5., 6. és 7., 8. évfolyamnak megfelelő tanulók. A területi fordulón az iskolai előválogató versenyeken legjobb eredményeket elérő tanulók vehettek részt. A hagyományoknak megfelelően zajlik a verseny, tehát örülök, hogy városunk azért megrendezheti a városi-városkönyéki döntőt, hiszen 13 település van itt a kelet-magyarországi régióban, Szoboszlótól kezdve Balmazúváros, Debrecen, Nádudvar, Böszörményekig megrendezik február 14-ig, van itt a határidő ezt a úgynevezett elődöntőt, és így örülök, hogy tényleg a Debreceni Pedagógiai Oktatási Központ a POK szervezésében ugye megkaptuk a verseny szabályzatokat, és így kiküldése került. Ugye Debrecen kiküldte az oktatási hivatal minden iskolának az értesítést, de én is felvettem a kapcsolatot a igazgatókkal, pedagógusokkal, és meg is érkezett a héten a jelentkezési lap, ami azt jelenti, ugye, hogy az iskolai elődöntőket megrendezték az iskolában, és onnan, mint egy előválogató, a legjobb tanulók érkeztek ma ide. Az 5.-6. esetében ugye oklevélre, emléklappal jutalmazzuk a továbbjutókat, viszont 7.-8. korosztályban egy tanuló jut tovább a regionális döntőbe, amit majd április elején Kisújszálláson rendeznek meg, tehát ő képviseli az iskoláját, illetve ezt a keleti régiót. Tányér József elmondta, érdemes már kiskorban megismertetni a gyermeket a Szép Magyar Beszéddel, és fontos, hogy a gyermek értse, amit olvas. A verseny is ezt a célt szolgálja. Tényleg egy izgalmas várakozás előzte meg ezt a versenyt, hiszen nagyon fontos és fontosnak tartom a beszédkút, a Szép Magyar Beszédnek a népszerűsítés már kiskorban, tehát fontos, hiszen a könyvtárunkban több olyan verseny értő olvasás szövegér, és mi alapja, én úgy gondolom, a Szép Magyar Beszédnek egy értő szövegolvasás, hiszen az is a feladat, tehát nem színész előadást várnak, ugye Pécsi Blanka emlékére 1960-tól rendezik meg ezt a versenyt, hanem tényleg az értő olvasás, hiszen valaki, hogyha tényleg ezt a szöveget ért, ez úgy tudja előadni. A versenyzők elsőként egy szabadon választott, leíró részekből álló szöveget adtak elő 3 percben, majd a pedagógiai oktatási hivatal által zárt borítékban megküldött, úgynevezett kötelező szöveg felolvasása következett. Eleten ekkor bíborba lobbant az ég alja. A szürkület ilyetten kúszott búvóhelyére, a harmadcseppek könnyes ragyogással emésztették el magukat az örök fény meleg tündöklésén, és a madarak énekelni kezdtek, mert a szívükben dal született, amit el kellett mondani. A nap szétnézett a tájon, s elindult égi útján, diadalmasan hordva a tüzet, amelyet valamikor, valakitől azért kapott, hogy minden élő gyönyörűségére ragyogtassa. Márai Sándor, szeptember végén, részlet. Milyen különös életet él egy vers, lassan árad el korszakok felett, időtelőre, az emberek már nem is tudják, honnan ismerik. Könyvben olvasták, iskolában tanulták, hogy éjfő után szavalt egyszer valaki,
az ifjúságnak abban az érzékeny szakaszában, amikor fiatal emberek agyoncigarettázott állapotban, albérleti szobában, éjfél után még másokat mondanak fel egymásnak. Vagy egy nőnek olvasta fel egyszer, mert hiányozta saját szavai. A produkciókat háromtagú zsűri értékelte, akik figyelembe vették többek között a szöveghűséget, a hangsúlyozást és a közönséggel történő kommunikációt. A szempontokat azt általában azért mindig elmondjuk, akár egy, ugye egy mese, akár egy más olyan előadás, amik ugye népmese napja van, vagy a Mesél a Sárét Fesztivál, és nagyon fontos a kapcsolattartás a közönséggel, ez itt is szempont. Tehát a kommunikáció, a megjelenés, a kapcsolattartás, aztán ugye a szöveghűség, az értő szövegolvasás, ennek a tolmácsolása, hangsúlyozás, beszédtempó, szünettartás, hiszen a magyar nyelven ugye elől van a hangsúly, szóltok én is, ezeket az értékési szempontokat fogjuk megadni, és fogjuk ezek alapján értékelni a gyermekeknek az előadását. Van három szavunk, amely meghatározza létezésünk teljességét. Az első az anyaöl, a második az anyaföld, a harmadik pedig az anyanyelv. Az első az életet adó, az életre nevelő. A második létezésünk, sorsunk, munkánk, sikereink és kudarcaink színtere, s majdani nyugvóhelyünk is. És ami a kettőt egybefogja, a harmadik az az anyanyelv. A nyelvünk, létezésünk hármas egységét az anyaszavunkkal kapcsolta egybe, az nem csak azt jelenti, hogy a három fogalom milyen mértékben meghatározója életünknek, de egyúttal a nyelv, a magyar nyelv sűrítő erejét és képességét is fölragyogtatja. Miért döntöttél úgy, hogy indulsz a versenyen, és mi volt a szabadon választott szöveged? Hát igazából, mikor feljött ez a dolog, hogy a iskolaira lehet jelentkezni, egyből tudtam, hogy ez nekem való verseny lesz, tehát ez kétségtelen volt, hogy ma jelentkezni fogok. És hát végül ide is bejutottam. Itt Vasa Albert Otthon című írományának egy részletét olvastam fel. Igen, valahogy így van. Otthon az, ahova hazatérsz, ahol valaki vár este. Ahol ismered a fal kopásait, a szörnyek foltjait, a bútorok apró nyikolgásait. Ahol úgy fekszel le az ágyba, hogy nem csak alszol, hanem pihensz. Nem csak pihensz, hanem kipihened magad. Kipihened az életet, az embereket, mindent. Ahol otthon vagy, az az otthon. Nem kell hozzá sok, elég egy szoba. Ha 10 vagytok benne, az se baj. Ha mind a 11 vagytok ebben, hogy hazatértek, amikor este hazatértek. Nem kell hozzá sok, csak egy szoba és egy érzés. Egy egészen egyszerű állati érzés, hogy ma itt élek. A felolvasás után a zsűri félre vonult, hogy értékelje az előadásokat, majd az eredményhirdetés következett. Az 5.-6. korosztályban Nagy Zsófi Bianca, a 7.-8. korosztályban Olá Vivien Nóra ért el első helyezést. A területi fordulón továbbjutó tanulókat a regionális döntő várja, melyre áprilisban kerül sor Kisújszálláson.